aktuális téma a manapság az, hogy mennyire életképtelenek az X-faktor csapatai. Ugye ti még egyelőre futtok a pályán, az Apollo 23 is eltartott két évig, a By the way meg olyan fél évig, vagy három évig. Mit gondoltok, mi a kudarc és a sikertelenségnek az oka? Hát igazából ugye mi beszéltünk erről a srácokkal, ugye már korábban tudtuk ezeket a dolgokat, és igazából szerintem náluk, náluk nem, nem, volt semmi olyan hiba, ami, ami a széteséshez vezethetett, igazából az volt, hogy Olivernek volt egy elképzelése, a többieknek is volt egy elképzelése, és a kettőt nem tudták összeegyeztetni. És nálunk szerencsére az van, hogy mindannyian egy irányba akarunk menni, és ezért haladunk előre, ugye a Viva tv ott első helyzet lett a magyar toplistában a dalunk, a szabadújjel, úgyhogy szerencsére haladunk előre. Akkor nálatok nincsenek rivalizálások, mint ahogy hallottam a többi csapatnál, hiszen ugye nálatok a felállás más, egy énekes és két gitáros. Nálunk annyiban más az egész dolog, már az elejétől kezdve még nem volt x faktor nem volt semmi, hogy a színpadon már akkor is tudtuk, hogy a, a Miki lesz az, aki, aki, mindig előrébb lesz, ő a frontember, ő viszi el úgymond jobban a bulit, ő van mindig a középpontban, ha koncert van, vagy hogyha valami megnézik, akkor mindig egy kicsit azért ott így előrébb van. Viszont nem annyira van elő, hogy azt lássák, mint mi csak a Botival ott ketten ott mögött ott bóckodnák. Kicsit így ő viszi a zenekart, előre, de ott vagyunk mögötte teljesen, és amikor lejövünk a színpadra, akkor pedig ugye mind a vagyunk, úgymond, hogy akkor, akkor közösen döntünk mindenben, és mindent meg tudunk beszélni. Mondjuk mostanában már átveszem a hatalmat, mert ők nem tudnak dönteni. <sítható> Egyébként, egyébként, annyit tennék hozzá, hogy szerintem minden zenekarban tudni a tagoknak, hogy hol van a helyük. És szóval, hogy van egy énekes, egy frontember, is, ott hibázik el sok több tagú banda, hogy valaki mindig frontember akar lenni, és általában mindenki frontember akar lenni, akik mondjuk énekelnek hárman, négyen, öten, teljesen mindegy. Szóval megvan a szerep, nálunk van egy főénekes, Miki. Mi Danival ketten vokálozunk, alapból ez már egy kicsit hátrébb szerep, hogy mondjam, meg gitározunk, szóval ő az, ő az, ő az, aki az arca a zenekarnak főleg. De, de nyilvánvalóan nem fogjuk azt csinálni, hogy mondjuk ők elkezdenek énekelni, vagy én elkezdek gitározni, mert tudjuk, hogy a zenekarban mindenkinek megvan a maga szerepe, és ettől lesz egy csapat csapat, hogy mindenki tudja. Most ugye, mint említettem, nálatok könnyebb a helyzet, de hát ugye ott négyen énekelnek, tehát szerintetek hogyan lehetett volna megmenteni ezt a helyzetet, hiszen itt már nem frontember és vokalistákról beszélünk, hanem négy énekesről. Hát... Igen, én korábban beszéltem a, a sikivel erről, és ő elmondta nekem, hogy ők igazából négy igen egyek, ők a by the way. És, és hát náluk szerintem ez nem is volt, volt kérdéses, hogy, hogy lesz valaki elől vagy hátul, hanem ők négyen voltak a by the way. És igazából, amit korábban is mondtam, hogy az Olivernek más elképzelései voltak, ugye a három fiúnak is más, más elképzelése volt, és így külön irányokba mennek el, de szerintem a fiúk így is meg fogják állni a helyüket, és Oliver is. Szerintem nem a színpadon volt náluk a probléma, hanem inkább azokban a dolgokban, amik már a háttérbunkálatok. Szóval, hogy nem a koncertekkel volt a nem ott volt érdekegyezési probléma, hanem amikor már más dolgokról. Szóval nem tudom pontosan, hogy mit teszem azt, dalokról, klipekről, fotózás, ez az, amaz. És szerintem miatt.